Kovács Jánosné, a Szent Erzsébet Caritas csoport vezetője adta át azt az igazolást, mely tanúskodik arról, ez idáig 537 ezer forint készpénzt adtak össze az adományozók a gázdobbanást szenvedett ház lakóinak. Ácsezső polgármester azt mondta, példaértékű volt az az összefogás, amivel az építőipari szakma a ház megmentéséért, a városlakók pedig a károsultak megsegítéséért tettek. Az összefogás ez más területen is megjelent, hiszen amellett, hogy tárgyigyűjtés zajlott a város humán szolgáltatók központjának a szervezésében, és nagyon sok gép, ruha felajánlás érkezett hozzánk, emellett pénzbeli felajánlásokat is gyűjtött a Caritas. Azt kértem, hogy ne a város számáját használjuk fel erre, hanem egy civil szervezetet. Erre a legjobbnak a Caritas találtuk ki, és a mai napon tulajdonképpen átadásra kerül egy 500 ezer forintot meghaladó összeg a károsultakat képviselő, közös képviselő számára, és tulajdonképpen a lakógyűlésen egymás között fogják majd eldönteni, hogy ezt az összeget hogy tudják a legjobban, a legcélszerűbben és a leghatékonyabban felhasználni. A Caritas szervezet a központi számla mellett a katolikus templomokban is folytatott jótékonysági akciókat, a pénzalap növelésére. A katolikus templomokban mi rögtön indítottunk egy gyűjtést, ott 270 ezer forint gyűlt össze, a folyószámlán pedig jelenleg 267.750 forint van. Eddig konkrétan egy személy volt az, akinek vásároltunk a templomi gyűjtésből egy mikrohullámú sütőt. Egyébként a többi pénz az rendelkezésre áll. A számla továbbra is nyitva marad, és a gyűjtés folytatódik, mondta a szervezet elnöke. A ház közös képviselője elmondta, a lakógyűlés dönt majd az összeg felhasználásáról. Felpéci Tímea hozzátette, minden segítség ellenére a károsultak nagyon nehéz élethelyzetet élnek meg. Hát megviselte őket, és várják a végét. Nehéz, nehéz. Azt érzékelem, hogy nehéz mindenkinek.